érzések szerint a tavasz a legbringásabb évszak. Bárki bármerre jár, szerintem egyre több és több bringásban tud botlani. Mások szerint is, csak nem pont úgy. Reszketve várom a tavaszt. Mindig imádtam, most nem, mert előjönnek a bringások, és megkezdik az álmok futásukat. Lehet így is hozzáállni, de valóban napról napra egyre többen bringázunk, úgyhogy fokozottan figyeljünk oda egymásra. Valami átalakulóban van az utakon. Azért az már látszik, hogy hogyan feszegeti a városnak a rendszerét, hogy bringázni szeretnének, és még mindig azért a város nagy részét az autók foglalják el. És ez az új rendszer, hogy úgy mondjam, még kiforratlan. Hatalmas nagy egység vagyunk, tisztelni kell a másik embert. És ahogy szokták mondani, mindig akkor van elsőbségünk, amikor megadják. Hát itt például úgy szoktak jönni, mint a húzat, és nem néznek fel, pedig nincs elsőbségük. Itt a tábla is kívül neki. Most azért adnak elsőbséget, mert egy sincs közülük itt. Egy autó 1500 kiló, szóval így lehet arcoskodni vele szemben, de biztos, hogy veszíteni fogunk. A bringás versus autóversenyben csak a részvétel volna fontos. De még sok ellentétet kell feloldani. Hozzáteszem, ha lenne olyan, aki nem szabálytalan, avas semmi bajom nem lenne. A Bringás Brigantik Vlog második évadának első epizódja néhány jó tanácssal szolgál arra nézve, hogy hogy mehet végbe egy ilyen bringás rendszerváltás úgy, hogy gyalogosok, bringások és autósok végre békében és nyugalomban élhessenek egymás mellett. Kihívás ilyenkor tavasszal, hogy mindenki kiszabadul és be van zsongva, és tombornak a hormonok, meg süt a nap, és fúj a szél, és mehetünk végre valahova. És ilyenkor nagyon sokaknak ugye új az, hogy autóban ülnek, új az, hogy bringára ülnek, nagyon sok új ember jön minden évben ki az utcára biciklivel. A kerékpárosok száma az utóbbi 10 évben megduplázódott, és a több kerékpárossal nem feltétlenül járt együtt a jobb közlekedési morál a bringások részéről. Menjek pirosban? Legyek bringás? Bringást láttam már pirosnál megállni? Még soha. A bringások például nem vonatkoznak a kresztlámpák, ezt tudtátok? A városi kerékpározás egy közlekedési mód. Tehát A-ból B-be eljut az ember forgalomban, autók között valahogyan. És ez a valahogyan nagyon nem mindegy. Az alapvető probléma az az, hogy ha nem ismeri a kreszt azért ilyen, akkor az nagyon gáz, mert miért közlekedik? Hogy lehet úgy közlekedni? Hát ilyen előre repülőgépet vezethetnék, vinnék utasokat. A másik pedig az, hogyha ismeri, akkor meg tök leszarja. Az is nagyon nagy gáz. Szerintem azt se tudják a kerékpárosok, hogy a kerékpár az jármű. Meg kell tanulni, odafigyelni egymásra. Szóval ne gyarapítsuk a figyelmetlen, a környezetére fittyet hányó bringások táborát. Mindössze néhány apróságon múlik, hogy a kerékpározás kapcsán megváltozzék a tavaszi összkép. És ez nem az utakon kezdődik. Vigyük el először is szervizbe a bringát, és egy jó állapotú bringával kezdjünk el. A kerékpár ellenőrzése, például a fékek nagyon fontosak, mert ugye a biztonságos kerékpározásuk ugye az alapja a biztonságos jármű, mint ahogy az autónál is ugye kötelezik a műszaki felülvizsgálatra a járműveket. Esős időben, mert ez is jellemző a tavaszra, a fék útjaink is hosszabbak, óvatosabban kell kerékpározni. Még mindig nem 12 órásak a nappalok, úgyhogy a világítás továbbra is extrém módon fontos. Igyekezzünk minél jobban láthatóak lenni. Bármilyen fényszerű ruházatot lehet hordani, ami megfelel bizonyos szabványnak, de nem csak sötétre igaz ez egyébként, jól látható színű, világos színű, rikító színű ruhába sokkal messzebbről fogok látszani, mint kerékpáros. Észlelhetőségünket pozíciónk is segítheti. A kressz is megengedi, hogy jobb szélről kicsit beljebb húzódva bicajozzunk. Ha beljebb helyezkedik a bringás útesten, akkor messzebbről látható lesz, feltűnőbb lesz az összes többi közlekedő számára. De ne csak magunkat tegyük láthatóvá, mi is lássunk. Én nagyon fontosnak tartom például azt, hogy a bringázó az tisztában legyen az, hogy mi történik körülötte. Állandóan figyeljen, tehát a fókusz az mindig legyen a kerékpározáson. Ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor inkább állj meg és nézz hátra. És tutira bizonyosodj meg arról, hogy az az autó megadta neked az elsőbséget, mégpedig úgy, hogy belenézel a sofőrnek a szemébe. Felejtsd el, elsőbség, akkor is nézd be az utcába. Hiába elsőbséged van, nem adják meg, meghalsz, vagy nyomorék leszel. Egy autóval neked jönnek, mi történik? Semmi. Kerékpáron neked jönnek, ott maradsz. Látszik is külsőleg, amikor az emberek úgy bringáznak, hogy fogalmuk sincs arról, hogy éppen egy jobbkezes utca előtt mennek el. Érdemes odafigyelni, hogy hol bringázhatunk és hol nem. Kerékpározás közben számtalan dologra érdemes még figyelni. A fék használatra, a jelzőlámpákra, arra, hogy járdán és zebrán toljuk a bringát,
vagy azokra az írott és iratlan szabályokra, amelyekről szót ejtünk majd a Bringás Brigantik vlog következő epizódjaiban. Többen lesznek azok, akik egyszerre használják a tömegközlekedést, autóvezetők is és kerékpárosok is egyben, és így azért egymáshoz érzékenyülnek, egymáshoz idomulnak ezek a táborok. Én gyalogos vagyok, szinte 100%-ban. A agresszió nagyon távol áll tőlem, és arra gondoltam, hogy veszek egy ilyen, nem tudom, hogy hívják ezt a légkürt, vagy mi a túró. És rádudálok a mellette megyen a járdán, és akkor beleugrik a Dunába magától, nem kell bedobni. Laci ugyancsak ugrat bennünket, de a kihívás ott van. Mi bringások, szerettessük meg magunkat Lacival, és mi is szeressük meg őt. Akár gyalogosként, akár autóban jön velünk szembe. A Bringás Brigantik fő támogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.